Talán egész Anglia, sőt az egész világ egyik leghangulatosabb stadionja. Nagyon-nagyon közel vannak a nézők a játékéhez, és valóságban rá zuhannak a gyepszőnyegre, amely most kifogástalan állapotú. Emellett a decibelekben mérve Anglia leghangosabb szurkolótábora a Liverpoolé. És hát nyilván az is hátborzongató, amikor a Never Walk Alone-t énekli, vagy amikor csak szimplán örülnek egy gólnak. Szeretnének ma sok gólnak örülni. Ő mondta azt, hogy a futball nem élet vagy halál kérdése, hanem több annál. És valóban itt már-már vallási tisztelet övezi magát a Liverpoolt. Nem elsősorban a játékosokat, bár ők a szupersztárok, hanem magát a klubot, mert a klub mindig is nagyobb lesz, mint bárki, aki csupán egyszerű tagja, még akkor is, ha szupersztár tagja. Azt hiszem, a másik nagy mondása az volt, hogy Liverpoolban két csapat van, a Liverpool és a Liverpool tartalék. Ezzel is kedveskedett az Everton drukkereinek. Mindjárt inkább el kell harapni a szavakat, és annál jobban értik. Ja. Hagymát is kértünk bele. I'm so sorry, Liverpool's on my line.